Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek most benneteket, és egy bibliai történetről lesz szó, amelynek az a lényege, hogy Jézus példát adott a tanítványainak, hogy miben és hogyan, majd erről részletesebben beszélek. Hát ez a történet egy rendkívüli alkalommal ment végbe. Jézus együtt volt a kedves tanítványaival, és egy vacsorára készültek, ahol minden finom falat ott volt az asztalon, nagy körték, almák, szőlők, meg hát finom hús is, meg hát gondolatba soroljátok ti el, hogy mi minden lehetett ott az asztalon. Aztán miután mindenki befejezte a vacsorázást, úgy gondolták, hogy még szívnak egy kis levegőt, friss levegőt, és le kellene feküdni. De a lefekvés előtt az volt a szokás, hogy lábat mostak. Abban az időben nem voltam zuhanyzó, meg nem voltak ilyen kényelmes dolgok, mint a napjainkban, hogy kádban fürödtek az emberek. Hát bizony, megjöttek a munkából fáradtan, nem is olyan könnyű volt nekik, némelyik mezítláb, másnak volt egy kis sarúja, egy szandálszerű, ami a lábára volt erősítve, és az nem volt olyan erős, nem volt olyan tartása, mint a mi cipőtalpunknak, úgyhogy fárasztó volt úgy járni, beporosodott a láb, és hát este nyilván, hogy az ágyban nem úgy tértek, hogy nagy retkes poros lábbal, hanem megmosták a lábakat. A jobbmódú családokban úgy volt, hogy a házigazdának volt szolgája, és a szolga mosta meg a gazdának a lábát, és hogy ez úgy történt, hogy előkészítettek egy nagy vizes korsót, amiben víz volt, aztán egy tálat, egy olyan nagyobb cserép, edény lehetett, amiben beleöntötték a vizet, letette az ember a zsaruját oda a földre, és akkor, abban az időben, hát nem igen volt még asztal, meg szék, csak a király ült székbe, de hát a hétköznapi ember az általában leterített a szőnyeget, és azon ült, úgyhogy leült az illető, és akkor abba a tálba beletette a lábát, a szolga pedig oda térdelt elé, és akkor szépen megmosta a lábát, megtörölgette. A tanítványoknak nehéz napjuk volt, nagyon elfáradtak. Még ahhoz volt kedvük, hogy megvacsorázzanak, de hát gondolták, hogy ők ülve is elaludnának, olyan nagyon nem lelkesedtek a lábmosásért, és némelyik már a szemét is becsukta. Az egyik szeme nyitva volt, a másik becsukva, másik pedig már lehajtotta a fejét, bóbiskolt, és elkezdett szuszogni, mint a mozdony, ahogy régen szuszogott. Ma már nem szuszog a mozdony, viszi a villanyáram, és elkezdett horkolgatni. Fáradtak voltak, és hát ez volt a helyzet. Mit is csináljunk? Mert vendégek voltak, tudjátok, és ha elmegy az ember valóban vendégségbe, akkor nem parancsol, hogy hát ez legyen, meg az legyen. Szegény embernél voltak vendégségen, akinek nem volt szolgája. Nem
nem volt olyan személy, aki megmossa a lábukat, mert ugye nem olyan könnyű volt leülni és beletenni a lábukat, úgy nehéz volt megmosni a lábukat, vagy nem lehetett beleállni egy cserépedénybe, mert ketté tört volna. Hát, nincs szolga, hogy is lesz, hogy fekszünk le, ilyen porosan, ilyen piszkosan. Péter, Jézus egyik tanítványa, körülnézett, így körülnézett, forgatta a szemét, hogy ki fogja a tanítványok közül megmosni az én lábacskámat. Van itt egy nagy bütyök is a lábamon, ki fogja megmosni az én lábomat? Nincs senki, nincs itt a szolga, senki. Én bizony nem fogom megmosni a tanítványok lábát, a biztos. Valaki más, hát nem tudom, hogy Jánosnak volna-e kedve arra, hogy megmossa a lábamat, vagy hát, hogy talán az illene, hogy először a Jézus lábát mossuk meg. Hát hogy is van ez a dolog? Mit is csináljak, gondolta Péter apostol. Hát én nem fogom megmosni. Keményen ellenállt, hogy ő nem fogja megmosni a lábát senkinek. János lába is büdös. Nagy lába van, büdös. Én nem szagolgatom, mondta Péter. Én nem szagolgatom. Elvégre én vagyok a főnök. Jézus után a tanítványok között, hát az illene, hogy valaki más megmossa a lábamat. Mosson lábat más, én nem mosok lábat. És aztán hát így morgolódott Péter apostol, Jézusnak az egyik tanítványa, aki mindig ott sündörgött körülötte, és amikor az Úr Jézus látta, hogy hát senki sem áll föl, és azt mondaná, hogy hát akkor, ha nincs szolga, én megmosom mindannyiótoknak a lábát, kezdem a mesterrel, és aztán a többiet, a 11-nek megmosom a lábát. De hát nem akarodzott senkinek, hát elvégre urak vagyok, én kereskedő vagyok, meg a Jézus tanítványa vagyok. Én nem, az rangon aluli dolog, hogy én megmossam valakinek a lábát. És amikor Jézus látta, hogy így bizonytalankodnak, hogy így morognak, álmosak, és hát így viselkednek, akkor Jézus látva ezt a szomorú helyzetet, és felállt, levette magáról, volt egy ilyen köntöse, levetette magáról, keresett ott a helyiségben egy nagy törülközőt, ezt így ide kötötte a derekára, jó erősen, hogy majd ezzel a törülközővel fogja a tanítványok lábát megmosni, és letérdelt a tál elé, mint ahogy a szolgák szokták, és kérdezte, hát akkor kivel kezdjem, kinek mossam meg először is a lábát. Ki az, aki tartja a lábát, hogy én megmossam? És hát Jézus ott várt, és hát ott egy ilyen bizonytalanság volt a tanítványokban. Péter apostol felcsattant, kidülhett a szeme, hát ez már mégis sok. Jézus, én nem engedem meg, hogy hozzám éri, hogy te mosd meg a lábomat. Nem neked való munka ez? Hát te úr vagy. Hát te hatalmas úr vagy.
aki betegeket gyógyítottál, a vakok szemét meggyógyítottad, a süketnek a fülét is hallóvá tetted, és hogy a vérfolyásos asszonynak is meggyógyítottad a sebeit. Te vagy az Úr, a te szavadra még a halott is életre kell, és te alászkodsz meg, te térdelsz le ide, a lábmosótál elé, és te mosnál, te akarsz lábat mosni nekem, nem neked való. A lábmosás a szolgák dolga, nem a tied. És akkor mi történik? Jézus válaszolt, és azt mondta Péternek, hogy akkor hát megmosom először a te lábadat, tarts csak ide a jobb lábát, aztán a bal lábát, megmossam a lábadat. És ha te azt mondod, hogy nem engeded meg, akkor nem tartozol hozzám. Nem vagy a tanítványom. Mert én nem csak a lábát mosom meg az embereknek, hanem a szívét is. Megtisztítom. És ha nem engeded, hogy én megmossam a lábadat, akkor te nem tartozol hozzám. Ha nem engeded, hogy én munkálkodjam a szívedben, és azt mondod, nem, ehhez nincs kedvem most lábat mosni, és hogy ha nem engeded, hogy a szívedben munkálkodjam, akkor te nem vagy az én tanítványom. Akkor te mit keresel itt a 12 tanítvány között? Mit akarsz tulajdonképpen, ha nem engeded, hogy én munkálkodjam benned, hogy megtisztítsalak téged? És akinek nem tiszta a szíve, az nem tartozik hozzám semmiképpen. Az egy idegen, egy távoli, akit soha nem láttál, olyan idegen. De aki engedi, hogy megtisztítsam a szívét, az boldog lesz. Tudjátok, hogy nem csak buta az, aki nem engedi a lábát megmosni, hanem rossz fiú is. Rossz fiú is. Úgy, borosan, retkesen akarsz lefeküdni, hogy mi lesz? Mosunk lábat akkor? És amikor Péter megértette, hogy ez a lábmosás, amit Jézus végez a tanítványok lábán, hogy ez egy példa, ez egy szemléltetés, hogy ahogy ő megmossa a tanítványok lábát alázatosan, nekik is alázatosan kell szeretettel szolgálni az emberek felé. És ekkor, mikor Péter megértette a kis agyával, hogy miről van szó, hogy a szívének kell megtisztulni, persze a pornak is le kell menni a lábáról, akkor azt mondta, hogy Uram, ne csak a lábomat, hanem a kezemet, a fejemet, a fülemet, az orromat, így mindent, egész lényemet, testemet, mellemet, hátamat, mindent mossd meg. És akkor Jézus azt mondta, hogy nem erről van szó most, hogy itt egy nagy mosakodást rendezzünk, mert hát ti az én tanítványaim vagytok, és elfogadtatok engem Úrnak, de nektek minden nap újra és újra meg kell, hogy tisztuljon a szívetek. Mert hát naponta
lesznek rossz elszólásaink, indulatosak leszünk, mérgesek leszünk, és minden nap oda kell menni az Úrhoz, hogy Uram Jézus, tisztítsd meg a szívemet. És akkor Péter elfogadta az Úr szeretetét, és boldog volt, hogy őt is, nem csak a lábát, hanem a szívét is megtisztította, és ő is tud az alázat útján járni, és szeretettel bánni az emberekkel.